Meghirdette idei pályázati programjait Hargita megye tanácsa, a kiírásról megyeszerte tájékoztató fórumot tartanak, ismertetve a legfontosabb tudnivalókat. Hargita megye tanácsa idén is nagy hangsúlyt fektet a kulturális, ifjúsági és sportprogramok támogatására, de külön kiírás van az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Népviselet készítés támogatására. Emellett külön pénzalapból támogatják a román közösség kulturális programjait is. A turisztikai programok támogatására 100 ezer lejt különítettek el. 160 ezer lejes keretösszeg áll rendelkezésre népi viseletek megvásárlására, készítetésére. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek rendezvényeinek felszerelés vásárlásának támogatására 300 ezer lej van elkülönítve, sporttevékenységekre pedig 600 ezer lej. Az általános kulturális tevékenységek támogatására 415 ezer lejt irányoztak elő. Be fogunk indítani héten belül egy olyan online platformot, ahol megmagyarázzuk azt is, hogy hogyan kell pályázni ahhoz, hogy minél több olyan pályázat érkezzen be hozzánk, ami formailag rendben van. Ugye április 19-dik a leadási határidő, illetve kialakítunk egy olyan platformot is, ahol fórum jelleggel lehet feltenni kérdéseket. Minden kategória esetében április 19-e a benyújtási határidő. A támogatott tevékenységeket ebben az évben kell megszervezni.